Hűha, érdekes. Formára egy igazi szörny. De a múzeumban álló autók közül a gégecső, a Jézus Mária lámpa, amit utólag tettek föl, fújd el! A múzeumban álló autók közül a legnagyobb történelme ennek van. Igaz ez? Hát több okból ezt lehet mondani, mert a gyártási rendszer és meg a föltalálójának, a modellnek a kivitelezője, akarom mondani, az is egy olyan speciális történelmet húz magával, hogy érdemes róla beszélni egy pár szót. Tulajdonképpen egy Pontiac Alvázra és egy Pontiac motorral, természetesen a nagyobbik motorral, Olaszországba lett átküldve az egész rendszer, és egy karosszerit csináltattak Torinóba rá. Tehát annyira speciális, hogyha jobban megnézzük a kocsit, akkor lehet látni ezt a olaszos stílust, ami teljesen eltér az amerikai piactól, és ez volt a témája tulajdonképpen a feltalálójának, hogy elegen van már az egyforma, négyszögletes, 70-es évjáratban megjelenő nagy, hatalmas kocsika, csináljunk egy sportosat, és egy nagy kocsit, nagy motorral, és tele lóerővel. És ez lett belőle. Tegyük hozzá, hogy az úriember az egy New Yorki bankár volt, aki autógyárat alapított akkor, és az autót olyan áron értékesítették, hogy mai amerikai dollárban 130 ezer dollár volt a legalapabb verzió, hát igen. És 300 ezer dollár volt a kicsit luxusabb, ez egyébként pont egy köztes kategória, és annyira ment a cégnek, illetve hát annyira jaffák voltak, hogy a Waldorf Astoriában, New Yorkban volt a bemutatója. Ez egy borzasztó egyedi luxuskocsi, én azt gondolom, hogy iszonyat történelme, amit mondjanak el is mesélek, hiszen ugye az első darabot, hát nem más, mint a király Elvis Presley vásárolta meg, a másodikat meg mindjárt Sinatra. Megkapta, igen, de a Sinatra már vásárolt. Aha. Azért. Károly, nagyon köszönjük, hogy odaadod. Én fogok vezetni most, János, majd lehet, hogy jövő héten te kapsz valami autót, mert ezt nekem kell vezetnem. Kis aranyberakás, jó erős motor, mehetsz a jobb oldalra, és akkor mesélek még neked róla, hiszen Elvisen és Sinatrán kívül még körülbelül 15 darab hírességnek volt ilyen kocsia. Egyik híresség köztük Károly, akinek most is van ilyen kocsia. Ennyi! Kis pótkerék. Pótkerék kívül, ajtófaberakás végig, neve beleírva, kézzel gyártott Stutz Torinóban. Hogy a karosszéria nem amerikai. Ez csak félig amerikai autó, gyerekek. Szőrös az ajtó alja. Szőrös az ajtó alja, és Dixun. 71-ről beszélünk, és elektromos az ülésállítás, mondjuk fullon hátul van, de elektromos az ülés minden irányba. Figyeld, Nardi kormány, Sumi gyere, nagyon híres torinói sportmárka kormány, sportkormány márka, csak nem tudok beszélni, ide is beleírva a bácsinak a neve. Átvonjuk azt, vagy rézlap. Átvonjuk ez azt, ez a váltógon. Igen, igen. Úgy, tehát hogy azért ez borzalom. És mutatom. Az egész kaszni megmozdul, ahogy rárugok a gázra. Na, megyünk! Szevasztok! Figyelj már! Nem csak D üzemmód is, már van sport üzemmód. Ajaj. Gyorsabb váltáshoz. Jó, azért a futóműve meg ugye minden az libelle.hu. Ha értelmetlenül nézek, az csak azért van, mert épp próbálom felfedezni a nagy hifinek a funkcióit. Nagyon vicces, van már balansz, meg tone is. Tone, így van. Hoppá, és mindig csak a 70-es évek elején járunk. Ez a fűtés, az vajon mit fűt? Az egy hátsó ablak fűtés, mert már az is van. Kicsim, de jó. Nagyon kemény, itt már azért nagyon modern. Elektromos ülés, elektromos ablak, szervofék, szervokormány. Ez is a tetőkárpit azért nagyon puha. És ugye van tetőablak. Az is plusz, és van tetőablak. És hát ugye, mondom, 70-es évek eleje, és azért van egy nagyon kemény motorunk, közel 300 lóerővel. Tehát, hogy így nem gagyiztak. Én azt gondolom, hogy a formaterv az én értem, hogy a New Yorki bankárnak nem tetszettek az amerikai autók ebben az időszakban, de hogy ez meg csúnya. Tehát ez nem sikerül. Olyan, mint a két körlámpát ráraktok volna, igen. Vagy ami nektek tehát van ez... a rallyban ilyen szúrófény. Ez a... Úristen, nem raktunk rá lámpát! Új, jó lesz! Tehát és hozzatok ki egyet a raktárból egy kör alakút. Ez hogy az hogy sikerült? És az oldalán a gégecsövek. Igen, hát az meg a más. Hát az is pont annyi... azt akartam mondani, ilyen alapvetően szokott tetszeni, amikor még egy Corvette-en így oldalt van a kipufogó. De az, hogy egy ilyen ekkora porszívócső megy bele, tehát úgy jön ki a kipufogó gáz. Tehát így... Borzalmas, borzalmas. Figyelj, vezetni nem rossz. Egészen kultúráltan fordul, megmondom őszintén. Olyan, mintha bal hátul a futóművünkkel lenne egy kis szituáció, mert az úgy lejjebbül. És kicsit ilyen libegős lett a sztori. Ez a váltókar is. Az nagyon kemény. Konkrétan ezen embert lehet nőlni, olyan súlya van. Tibinek a kamerójában van ilyen váltókar, mert az gyorsuló váltókar, tudod, hogy így bele tudjon akasztani egy csávó, és csak húzogass a sebességeket. Holy, még azt is megtanultam, gyorsuló váltókar.
Mondjuk ez nem arra volt, de nagyon menő. Nagyon megkockáztassunk egy S fokozatot. Menet közben? Nem, állj meg hozzá. Jó. Kezdek félni. Hopp, így azért indul. Belelők. Kicsit gyorsabbat váltott. Igen. Ajaj. Hátba rúgott, hogy mint annak idején. Na, S fokozat. Károly, arra kellett ráébrednünk Jánossal ez alatt a pár kilométeres tesztút alatt, hogy azért a Strutz Backhawk nevezetű járművet, ez a nagyon sok híresség, meg azok a sok marha, aki még megvette, az mind nem azért vette meg, mert ez olyan marha jó kocsi lenne, vagy olyan szép lenne, mert hogy csúf, nem tetszik nekünk, annyira nem megy jól, nagyon libeg. Ne szidd ennyire, azért nem ennyire. Mondja nyugodtan, majd jut el a majd mindjárt válaszol. Szóval hogy nekünk ez annyira nem jön be, és ezer ennél jobb autód van. A tulajdonos. Igen. És most, mint a tulajdonos, meghallgatjuk Károlyt, mi a véleménye erről a kocsiról. Sajnos el kell ismernem, ez így van. Érthető, hogy kik vásárolták meg, hogyha megnézzük, mindenki kapcsolatban volt az Elvis-e tulajdonképpen, valamilyen formában. Egy jó reklámot csináltak, egy jó marketinget csináltak neki, és nem beszélve arra, hogy hát ez a feltűnőségnek a csúcsja, mert ilyen feltűnő kocsi nem igen jelentkezett, vagy nem igen volt a piacon, de ez nincs nivel, amit mondasz. Libeg, nehéz is, 2,5 tonnás kocsiról beszélünk, úgyhogy nagyon belepakoltak mindent, de talán az volt a téma ebben az esetben, hogy ennek most gyorsnak is kell lenni, hanem inkább csak különlegesnek. Az meg az. De azt nézem, hogy egyébként különleges nem egy Lada kilincs. Tehát, az egyébként frankon úgy néz ki, mint egy Zsiguli kilincs. Olasz forma tervezet. Melyik kopintont tartani, melyiket a Zsiguli esztet? Hát minden bizonnyal egyébként a Zsiguli kopintot ezt. De egyébként belülről kényelmes, meg az aranybetéteket látjuk, a fát is, az olasz dizájnt, a Nardi kormányt, tehát tényleg vannak benne nagyon szép részek, nagyon okos megoldások. Ugyanakkor a csomag maga annyira nem tudott minket meghatni. 1001 jobb autód van, de még akár 15-20 évvel korábbi rendes amerikai, akár DeSoto, akár Chrysler, akár Cadillac modellek is jobbak, mint ez a Strutz. Ebben a kocsiban az az érdekes, hogy drága. Ennek ellenére egy drága kocsi, tehát ezt nem lehet olyan olcsón megvenni. Pontosan azért, mert a gyűjtők szemében egészen másképp jelenik, mint a tiédében, meg az enyémében is talán. Persze. És itt a pont. Egy olyan autót teszteltünk ma, ami azért jó, mert drága.